Szombati Bálint 20. könyvét ismertette hétfőn este, amely részben történeti kutatásokra alapuló mű, valamint a művész által készített képzőművészeti alkotásokat is tartalmazza. A műanyaga több mint 40 év munkáját öleli fel. Már 1970-ben foglalkoztattak azok az állami jelképek és szimbólumok, amelyek akkoriban voltak érvényben a titói Jugoszláviában, illetve tágabb értelemben is a kelet-európai térségben érdekelt a totalitarista rendszereknek a nyelvezete, amelyeket én beépítettem a munkáimba, és a magam módján alkalmaztam őket, átértelmeztem őket, kritikai vizsgálat alá helyezve a Saulo kalapástól kezdve az ötágú csillagig szinte mindet. A Fórum könyvkiadó gondozásában 2014-ben megjelent kötet műfajilag gazdag, a szövegek magyarul és szerbül is olvashatók. Virág Gábor elmondta, annak ellenére, hogy Szombati Bálint Magyarországon él és alkot, nagyon fontos, hogy a könyv itt jelent meg, mert ezek a munkák rólunk szólnak. Arról, hogy hogyan is tudjuk feldolgozni a múltat, a történelmet, hogyan viszonyuljunk a történelemhez, hogyan viszonyuljunk azokhoz az ideológiákhoz, azokhoz a relikviákhoz, amelyek meghatározták a, hát mondhatni, az elmúlt fél évszázadunkat. A könyv bemutató után az érdeklődők a könyvből merített kamarakiállítást és két dokumentumfilmet is láthattak.